A 2023-as év elején adták át ezt a gyártócsarnokot Nagykállóban. A fejlesztést egy megújuló energiával foglalkozó cég valósította meg Európai Uniós és kormányzati támogatás hozzájárulásával. Nem csak ez a beruházás történt azonban az elmúlt években a város ipari parkjában, egyre több cég vette birtokba a különböző területeket. Mindez azt is eredményezte, hogy folyamatosan nőttek az önkormányzat iparűzési adóbevételei, mondta el Horváth Tibor, Nagykálló polgármestere. Egészen eredményes évet tudhatunk magunk mögött. Ugye talán most kezd kibontakozni az a ipari parki területeknek az értékesítése, annak az eredménye, és indulnak új üzemek, költöznek a városba új vállalkozások, úgyhogy az iparűzési adó bevételőink nekünk jelentősen nőttek, és ezáltal azt gondolom, hogy stabilan gazdálkodhattunk, illetve a kormány segítségével a normatív támogatásokban a többletköltségek igazából mind fedezete talált. Aktívak voltak az egyházak a fejlesztések területén Nagykállóban. A top turisztikai programban sikeresen pályázó Nyíregyházi Egyházmegye beruházásában megújult a város görögkatolikus temploma. A református egyház pedig a gyermeknevelésbe kapcsolódott be egy új bölcsőde kialakításával. A két csoportszobás intézményt októberben adták át. Nagykálló kulturális élete is jelentősen gazdagodni fog hamarosan. Novemberben ugyanis aláírták a kiviteli szerződését a Kállai Kettős Rendezvényközpontnak. A komplexumot 1,5 milliárd forintból építik fel. Már a területnek az előkészítése folyik. Reálisan azt gondolom, hogy amire belakhatjuk, az egy 1,5 év körülbelül. 1 év van az építkezésnek az elkészültére, és ha ez megvan, akkor utána várménk ránk a konzorciumként az önkormányzatra is feladat, ugye a környezetének a megszépítése, illetve a játszótér, egy új játszótér kialakítása a már megépülő rendezvényház mögött, úgyhogy eléggé összetett a dolog, de szerintem egy 1,5 éven belül már programokkal tudjuk várni a nagykállóiakat. Az önkormányzat az elmúlt hónapokban egyéb fejlesztésekre is sikeresen pályázott, a szociális bérlakások kialakításai és az útfelújítások is folytatódni fognak. Ennek az évnek a eredményeképpen még lesznek olyan kötelezettségeink, amiket teljesítenünk kell. Gondolok itt a szociális bérlakásnál 4 lakásnak ad otthont az épület, de a pályázat keretein belül csak 2 lehetett megvalósítani, ezt kívülbelül be kellene fejeznünk. Vannak útfejlesztéseink, amiket már nem lehet tovább húzni, úgyhogy én azt gondolom, hogy rengeteg feladatunk lesz a jövő évre vonatkozóan, és emellett ugyan a legfontosabb az, hogy a folyamatban levő pályázatainkat jól koordináljuk majd. Az elmúlt 1 év a közösségi rendezvények területén is aktív volt Nagykállóban. Nagy sikerrel rendezték meg immár 38. alkalommal a Téka népművészeti tábort Harangodon, és a már szintén hagyományosnak számító Lecsó fesztiválra is rengetegen látogattak el.